A vendég Győr számára indult jobban a találkozó, hétközi edzésektől és a havas esőtől meggyötört pályán. Rögtön a 6. percben megszerezték a vezetést. Egy hosszú indítás után Szántó húzott le az alapon, alig középre passzolt labdája után nem sikerült felszabadítani, Erdélyi László pedig közelről a kapuba pofozta a labdát. A Kisvárdának kellett kis idő, mire magához tért. A 34. percben Heffler végezhetett el szögletet a bal oldalról, beadását Horváth Zoltán estében lőtte 6 méterről a kapu közepébe. A csatár ezzel a találattal egy hosszabb gólcsend után megszerezte idénybeli 10. találatát. A félidő hajrája még hozott izgalmakat. A 45. percben ismét Szántó kapott egy hosszú indítást, egy az egyben vitte zöldesire, aki mellett sikerült is ellőni a labdát, a kapus azonban ütközött Szántóval, a játékvezető pedig befújta a büntetőt. A labda mögé Zamosni állt oda, Zöldesi pedig javította hibáját, és a bal oldalra megeresztett lövés sikerült kiütnie. A második félidőben hiába támadott a Kisvárda, az előny megint a Győrhöz került. A 61. percben bal oldalról szállt középre a labda, Kovács Krisztián kapta a túloldalon, tolt egyet rajta, majd az 5-ös sarkáról leadott lövése Zöldesi has alatt a rövid sarokban landolt. A Kisvárda nagy erőket mozgósított az egyenlítés érdekében, a 91. percben azonban a vereség pecsételődött meg. Mondhatni szokás szerint Szántó robogott el a bal oldalon, középre adott labdáját pedig a menteni igyekvő Papucsák juttatta a saját hálójába, így 3-1 lett a mérkőzés vége a Győr javára. Tudtuk, hogy a Kisvárda erőssége a felívelés, az erős magas játékosaik voltak, nagyon nagy küzdelemre késztettek bennünket, mi meg a saját eszközeinkkel próbáltuk a saját játékunkat játszani. Nagyon örömteli, hogy sikerült szép gólokat szerezve megszerezni ezt a győzelmet. Külön öröm még a fiatal játékosaink teljesítménye. Én azt mondom, hogy a csapat mindent megtett a mai mérkőzésen. Nyilván egy kicsit már fejbe fáradtabbak voltak a játékosok, de egy nagyon szép őszt zártunk tulajdonképpen. Nyilván nem így szerettük volna, legalább az X az megérdemelte volna a csapat. Azt mondom, hogy a csapat a 21 mérkőzésből olyan mennyiségű pontot szerzett, ami dicséretet érdemel mindenképpen a játékosok felé, és az, hogy kétszer kaptunk ki, hát ez a rosszabb, vagy hát mindegy, mert a vereség az mindenütt rossz, de hogy ezt mind a kétszer hazai pályán sikerült elérni. De mondom, ilyen irreális körülmények között itt bármi előfordulhat ezen a mérkőzésen. Úgy is mentünk ki a találkozóra, hogy itt bármi lehet. Ilyenkor ez nem teljesen mérvadó, hogy az eredmények tekintetében, hogy milyen eredmények születnek, mert itt úgy érzem, hogy ma az ellenfelünknek volt inkább szerencséje.